Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló, srácok! Nézzétek meg, ki látogatott el megint hozzám? Mit csinálunk most, Tomcsika? A bal kezed. Kartonozom, nem? Gipsz kartonozás. Zavarban vagyok, kamerázol rossz. Ne legyél már zavarban. Ne legyél meg lehet. Máma, imádom ezt a szót, hogy máma gipsz kartonozás előkészítés jön. Ha jól veszem ki a szavaidból, Tomi, akkor ma fogjuk körbe felrakni az U profil? Vagy mi UD az? Profil. Miért UD? Nem tudom, így vagy U, vagy D. Nekem nem mondod, hogy UD. A másik kedvenc szavad az ámbár. Ámbár. Miért? Igen. Sokszor mondtam? Eléggé. Szeretem. Na, ez van egy valaki? Ez nincs zöldbe? Nincs. Zöldet jobban szeretem. Igen, jobban látszódik, de most már így lesz. Ez milyen fajta? Leica. Az igen, van lóvétok, bazd meg. Na, bátyám, igen. Van pénz. Na, úgyhogy egy 50-essel megint bővült a egeres projekt. Az kurva jó, amúgy az 50-es. Ja, hát tudtam egy kicsit okoskodni az anyagok árából, úgyhogy egyelőre 50 000-nél tartunk. Mutatom, hogy miket vettem ehhez a projektre. Ez a bizonyos UD profil, ami egyébként szerintem csak U, mert hogy... Ha végül is, ja, így U, így meg D. Akkor jó, megegyezünk. Van itt egy pár kacat. Valami sejem. Egy-két ilyen kis reszelő. Némi gipszkarton csavar. Tomika egyébként leírt mindent, hogy mit vegyek. Vettem egy ilyen, mi az Isten, ez Glett. Akkor ami a legjobban fog kelleni, az 8 darab gipszkarton tábla. Te egyébként, amit vettem, mi az Isten, cseréplécet, az csuromvíz. Igen. Igen, az echte csumavíz. Nem tudom, hogy nem esett most az eső. Hát előttem bontotta ki a figura izét, azt a... Hát kint volt az udvaron. Figyelj, nem az az baj szerintem. Olyan nehéz, mint a dög. Van benne kettő, ami száraz, azt így vettem fel, azt így... Oh! Mindegy, behozzuk a szárat. De amúgy 5 métert hogy akarunk behozni? Ja, és egyébként a fasz ki van veled amúgy, mert... Mondtam, hogy van 4 méteres, amit... Hát ugye könnyebb lett volna elhozni az 5 méterest, ugyanis 2 méteres a plató, amivel rendelkeztem, és 5 méteres szállat kellett elhozni, mert neki nem felelt meg a 4 méteres. Igen, én úgy találtam ki, hogy pont 8 táblát úgy tudunk felrakni, hogy addig kell belőle vágni, mert így adja ki jól, tehát hosszába kell létszeznünk, nem keresztbe. Emiatt a táblák sem úgy lesznek felrakva, hogy föl kéne rakni, mindegy, majd látni fogják úgy is, de az a lényeg, hogy jó lesz így is. Azon viszont megfogták, hogy hozzuk az 5 méteres lécet, tehát ő... Hát hogy a faszom maga az 5 méteres lécet? Alig bírtam levenni a kocsiból, de... Hoppá, ott egy ablak, kész. Betoljuk arra, az kész. Meg itt van szúnyog állat. Volt. Kis vízsgárát csinálni. Köcsök. Jó, szóval majd izét aktéppel be. Igen, az úgy, hogy szívás lett van, de itt pont szemben nem tudjuk hozni az ablak. Ja, persze. Ezekről az 5 méteres szálakról beszéltem, aminek egy része csuromvíz. Hát figyelj, ezt majd bevisszük most, ahogy végeztünk. Mert ez most nem kell? Nem soká kelleni fog. Mikor? Ha fölrakjuk az UD-kor. Na, rakjuk föl. Na, nyomassuk. De jó fákat vettem? Jó, amúgy. Fasza? Hát, ha jó, amúgy. És figyelj már. Ez bramak vagy nem bramak? Igen, azt mondtad, bramak kell. Jó, oké. Mi a pont ezt akartam kérdezni, mi a különbség a bramak és a nem bramak ez, között? Ez vastagabb egy kicsit, emiatt nehezebben fog belemenni a helyére, de viszont vastagabb és jobb. Hát nagyon jó. Meg rá kell. Na, ezt fújjuk fel. De mitől, attól, hogy vastagabb, miért jó? Mert többet bír. De kellett ez nekünk, hogy a drágábbat vegyem? Mindenféleképp. Bazd meg. Na jó. Figyelj, majd jó lesz. Ezt szoktuk használni, ugye már pár szóval kalkonoztunk egy családban.
valamiért ezt használjuk, az erősebb az mindig jó. Lenne így, hogyha hosszában fogunk. Jó, oké, és meggyőztél. Most látszik igazán, hogy mennyire takony a teteje a egeresnek. Ja, és meg lett a ne gyerek közeme, befingottam. Hogy egy alternatív felhasználási módja a csörlősemelőnek, most pont kapóra jött. Látszik, hogy ott mennyi van a plafonten, meg ott. Hát így az ott azért az ott egy nagyon három vécen. Van benne. Ez nem sokira vészes különben, de sokkal szabb lesz. Ez így jó. Akkor csak ennyit akarsz leengedni belőle? Figyelj, direkt függesztő, nem engedj sokkal tudod, hogy mennyi az ott van a legnagyobb. Ez hány centi most valami? Ezt ugye meghajlítjuk, hogy halítsuk, így halítsuk. Hát, nekem így meg kell lenni. Látod, ez mégis még egy kicsit még mehetne lejjebb. De nem, nekem nem akarok túl sokat elvenni belőle. Jó. Hát pont odafél. Az UD profilt el fölé zúguljuk el, tehát itt lesz a profil teteje, lézer lesz a alja. Az UD profil az mire kell? Az adja meg körbe a szintet és ahhoz tudunk menni. Meg ahhoz is csavarozzuk a gipszkartont. Viszont ennek kicsit engedjünk le egy-két számot egyébként. Hogy nem tudsz megengedni ezen? Elkezdett tekerni a másik irányba. Ja, le? Aha. Anyám, de jó. Ennyi pénzt megért. Így jó lesz. Jó, menő. Csak várjál. Most mivel, hogy nincs rajta semmi súly, így. Most állíts be a magassát, ugye, mert nem többet húztál. Oké. Ez tetszik. De ez még belefér a direkt tartóba? Igen, én látok. Tehát, hogy ezt fölcsapkózzuk, ott a legmagasabb, hogyha megnézed, nem? Hát a faszat, ugye itt. Ott a legmagasabb szerintem. Igen, sőt, ott a legmagasabb a részben. Ez még így jó. Akkor jól van, Tomzon. Az még ott jó, nehogy aztán újra kelljen fúrni. Látnod kellett volna ezt a killódást, amit csináltam ma ezekkel az anyagszállításokkal. Jó, éreztem a hangodon némi kétségbeesést. Tűj, a faszom ki volna, komolyan mondom, bemegyek egy boltba, mondom, hogy van 4 méteres. Nem jó, 5 méteres kell, 5 méteres kell. Nem lett volna jó a 4 méteres? Majd meglátod, hogy el kellett az 5 méteres. Át, másik boltba. Mert most igazából az ugyanáz megnéz, hogy keresztbe létszezzél, de akkor a táblát hosszába kell tenni, viszont így pont tenni kartonokkal lehet dolgozni. Kurva jó, nyomassuk! És átfedésbe kéne tenni, de nem lesz átfedésbe, mert ne is írják meg, hogy ezt kötésbe kell tenni. Micsodát? A kartont. Hogy lehet az kötésbe tenni? Hát akkor lesz egy kartonnyi... Jó, megtanácsolj egy kötés, hogy elfelezünk egy lapot, de nem akarok annyit letenni. De majd még kitaláljuk, aztán belekötnek itt az ember. Ja, hogy úgy kötésbe, hogy egyiket egy eltolva egymástól. Így kartonoztam az egész házat, sehol nem lepett meg. Tehát, hogy fut végig minden mindennel. Akkor jó. Csináltál már ilyet? Igen, láttam már. Láttam már. Az a jó dolog, hogy azt mondom, láttam már, akkor az úgy elnéz. Youtube-on. Én is elzaladottunk benne, úgyhogy. Jó, próbálkozunk. Ha csináljuk már, csak videózunk, azt nem haladni. Hú, viszont van kóla, nagyon jó. Most ezt miért csináltad, Tomi? Azért, mert ugye nem teljesen egyenes a fal, hoppa, látod, és majd is ülök. És akkor így oda fog simulni nekünk, mert hát sajnos ezt úgy csinálták, ahol sikerült. Hú, az jó. Félsz a magasba, Tomi? Nem, mert úgy látszik. Aha. Látom, hogy szépen oda fog simulni a falhoz, mert lesznek jelenni helye. Na, azt meg majd behajtod, azt meg annyit behajtunk. Persze. Az érzés, mikor megcsinálod a faladat szépen, aztán jön valaki és tönkre teszi. Sarkos itt egy kicsit. Nagyon sarkos vagy, Tomi. Nem fekszik fel rendesen a profile. Mivel fogtunk megint, bazd meg? Nyugi, mindjárt kész. De azt mondta, hogy van még három szoba a házban. Ja. Itt most még kettő. Ja. Azt mondtad, hogy ez a nap alatt megvan.
az azt jelenti, hogy az 8 óra. És mivel több részletben csinálni fog úgyis, mert neked bulizni kell menni mindig. Én na, fúrjad! Bulizni járok, bakni. Bulizni mellett, az az. Meg akarom nektek mutatni innen fentről is, hogy hogyan halad a sztori. Ott van benne, ott jaj, egy millió, de elvágja, csak megvan hajóva a műanyag, vagy mi a fém. Na jó. Egy nap alatt megvan, azt mondta Tomi. Mikor kezdtük? Az a baj, hogy jó, hogy nem tudjuk kész egy nap alatt baszni, hogyha videózgatsz egyfolytában. Hanem nézd meg, hogyha visszanézik a videót, pont annyival leszik lassan. Kész is van a stukkó, hogy szép legyen, tudjátok, szoktak föltenni stukkót, hát nálam ilyen lesz, én szeretem a fémet. Tomika mosolyog. Ok. Fasza? Fasza. Ma még nem sokszor mondtam. Nem, most próbálsz. Ámbár. Ha ezt megnézem. Tényleg sokszor szoktam mondani a videóban, srácok, hogy ámbár, ezt mondjátok már. Írjátok már, hogy tényleg sokszor mondom. Na. Úgy volt, elmegyek, veszek a Lidl-be egy lézeres szintezőt, de Tomika azt mondta, hogy nem, majd inkább ő hoz egyet leszállsz a lábamról. Na, bocs. Mert hogy a Lidl-ös lézeres szintező az biztos görbe. Hát nem az, de most csak van különbség egy 15 000-es lézeres szintező, meg egy 100 000-es Leica szintező közt, hogy mennyi csal. Érted. Nem volt 15 000, csak 12. Úrva jó. Szerintem nekem jó lett volna az. Tudom. Na mindegy. Jó, maradhat. Most épp nem esik le, ne nyúljuk hozzá. Rajzolok. Mit rajzolsz? 467 fele. És te fogsz vágni. Mutasd, hogy meddig jutottunk. Nem várjuk. Mi mindjárt a csúcson vagyunk. Most berakod a cserépvinceket. De ugye, lassan nincs pénzünk. Most hát én is így fogom csinálni, csak mondom. És akkor most mert ezt vasból kéne amúgy? Hát lehetne. Igen, persze. És az miért jobb? Mert dupla egyre kerül. Ide meg tök jó lesz. Köszi, ide meg tök jó lesz. Itt meg lehet tölteni? Hát, megpróbálhatod. Ha ott inkább a kesztyűs kezeddel fog meg. Ne, jó, várj, hogy jó lesz. Nem kérem, hogy lesz itt. Hopp, oké. Okay. Na, akkor ezt is vágok. Várj, várj, szóval. Nem azért a két zsák szarért, de basszátok meg, olyan vizesek ezek a fák, hogy csavarni lehet belőle a vizet. Jó, ez egy kicsit feldered, de jó van. Olyan felde, mint a szom. Bubáljon be, jó? Jó. Itt mindenki előtt? Nem most. Basz meg, ez tényleg vizes. Ez nehéz, látszik, hogy nehéz. Csak ennyire vizes van. Ahogy ennyire lóg. Mint tehénen a gatya. Most gyors bemérjük az 50 centet, aztán középen meg is függesztjük egy... Egy függesztővel. Igen. Nem heggesztővel. Függesztővel. Miért kezd 50 centét faltól, és akkor tegyen az 50 centi, jó? Közepén. Jó. Jó. Nem találtam.
Azt hitted, hogy rövid a függesztő? Nem. Ez a nagy mágó van, hogy így jelünk. Jó kína a csavar a kodalában. Az meg tudom. Az milyen csavar? Az a kértél csavart? Így jól mondom, hogy megfelelően hozni ide a kiemelt. Na, tehát? Amit az előbb elmondtál. 50 centinként rakjuk a cserétrécet. Igen. Mert 2 méteres a tábla. Így van. És ennyi. 50-50-50. 50-50-50. Végig, 50-es éve. Megyünk arra-arra. Jó, azért rakjuk így a táblát, mert így adja ki. Igen. Megint ott tartunk, hogy az előbb is nekem magyarázt, hogy nem haladunk, mert éppen tettem be a dekopírba a pengét, de közben, ami itt fölöttünk ment, 2 mm-re le volt csúszva, és ő megigazította azt a 2 mm-et, holott az nem is fog látszani, mert a gépkarton fölött lesz. Ez az a lényeg. Mutasd meg, milyen szép a megjelenés. Szép. Nézd a videó, valóban szép. Mi a baj? Így fogom kinézni a videót, most nézem, hogy nézek. Fázol? Nem. Cicit kint van. Kívánatos, hogy... Majdnem a fele megvan. 2,5 óra alatt. 2,5 óra alatt. Ma eddig jutottunk. Most ott tartunk, hogy a direkt függesztők középen be vannak rakva, és majd egy vizit kell ide alulra rakni, ugye, mert hogy ilyen irányban is el tud mozdulni ez a rész, és hogy tökéletes legyen. A másik oldalát majd akkor rögzítjük meg, hogyha itt közben mérjük a vízimértékkel a síkot. Ja. 10 perc. 10 perces melója. Semmi az egész. De most mennem kell, mert hogy veszek föl nektek egy másik videót egy fesztiválon. Úgyhogy fesztivál on, gipszkartonozás off. Szar volt? De nektek csak egy vágás lesz az egész. Azt... Jövő éjjel folytatjuk. Nem. Így lesz, né? Néhány nap elteltével felkerült még egy pár kereszttartó. Hogy őszinte legyek, kurvára unalmas feladat, de hát sajnos ezt is meg kell csinálni, és talán elkövettük azt a hibát, hogy nem engedtük le eléggé a plafont, így nem biztos, hogy lesz elég helye a lámpáknak, de hát semmiből nem telik neki helyet csinálni, szóval működik a dolog, csak engedhettük volna lejtebb is, de az én hibám, mert én nem akartam nagyon elvenni a térből. Mi a következő lépés, Tamás? Felkerült az összes ilyen léc. Mondjuk még egy pár darab függesztő hiányzik. Hát igen, azokat földobáljuk még. És berakjuk vízbe. Találtunk egy nagyobb az aluprofilt. Jaj. Nincs olyan hosszú vízmérték. Hát, az a közepét beszínteztük, hogy az jó legyen. És az összeset ugye síkba rakjuk, meg az hosszú vízbe is lesz. De majd megavarázod, aztán nem csak a lájtek. Ennyi. Kellemetlen, hogy videózzak, mi? Nem szerintem. De tegnap is kérdezték a live, hogy hogy áll a szoba, ügyesek vagyunk, minden. Meg vannak velünk elégedve. Igen, nézzük. Persze. Na, akkor ő Dani és társadal Béti, ugye ma már? Szegedi és Dani. Dani. SD. SD, igen. Szegedi Dani, Szeda! Szeda BT. Igen, de mi csak a fővállalkozó alatt leszünk. Alvállalkozó, és mi a rövid tovább a munkán. De úgy kell csinálni, hogy hivatalos legyen, hogy tényleg olyan legyen, mint ahogy kell a 90-es években, Szeda Ép Kft. Ja, igen. Szeda Ép. Minden ilyen cég, Szeda Ép. Ép, meg Invest, meg ilyenek. Na, egy a lényeg. Hogyha meg valamivel kereskedsz, meg ilyen boltodon, akkor meg, mit tudom én, Szedaker Kft. Ennyiát. Na mutasd meg, hogy mit akarsz hozzá. Mi arra, hogy hozzá végig, és akkor kurva jó, bassz meg. Minden jó lett, nézd meg.
Tényleg faszol lett, vagy csak hülyeség? Jó. Jó, igen, jövök, baby. Okay. Meg akarom nektek mutatni, hogy a gyakorlatban hogyan működik ez a alul profillal való mérés, szóval, hogy ezzel mérjük össze a hármat egymáshoz képest. Megnézzük a síkját. Megnézzük a síkját. Tudod, hogy jól tartok ebből a lézerre. Igazából kurva jó, tehát nem tudod kell. Ugye, hogy a középső a kiindulási pont, és akkor a középsőtől kifelé haladva. Nézzük, hogy mindegyik ugyanolyan síkba legyen. De fasz a minden, nem? Fasz. 2 óra alatt felkerült az összes ilyen baszás. Most jön az alternatív felhasználási módja megint csak a csörlős emelőnek, ugyanis le fogom róla venni a villát, és azzal fogjuk felemelni a gipszkarton lapokat. Így ketten is meg tudjuk csinálni. Nagyon jó lesz. Fasza lesz? Aha. Jól nézel ki, Tomikám. Nagyon fejéget így kiégeti ez a geci dizény napvégén is itt. Igen. Fél óra is kész vagyunk, nem? Az egészen. Nem, mert egy napot mondtam. Ja. Most vagyunk fél napnál. A 8 még 4 óra, ezt nem megvan egy nap alatt, igen. Jó, akkor. Tehát 8 óra az egy nap. Igen. Nem, egy nap 24 óra, nem? Jó, de most munkaórát nézünk. Ja. Hozzak be egy táblagizkartont, vagy most mi a cseh? Most először a villanyvezetéket kell helyre tegyük. Jó, de nem tudjuk, hol lesz a lámpa, mivel de, még nem találtunk. De találjuk, hogy hol lesz. Csak neked kell tudni, mennyit szeretnél. Hogyha spotba gondolkodunk, akkor elég 6 darab smot. A spotba igen, de amúgy LED-panel az is elég, szerintem bőven. Még lehet 4 is elég, hogyha videóra szeretném. Hallod, tesi, húzzunk be 8-at, még mindig tudok 6-ot berakni. Csak akkor nem jól lesz elosztva. Igen, mert most fix szerepet, akár húzunk a kábelt, ahol lesz. Tehát ezt előre ki kell találni, amit akarsz. Faszom ki van mindig gondolkodni ezeken. Ez a legjobb része. Itt nem kell semmit csinálni. Igen. Hány wattos a legerősebb ilyen spotbaszás? Azt nem 8. Az már túl erős. Ezek 9 wattos izzók. Csak 4 darab van itt, azt hiszem. Ja, csak. Csak. Hány méter? 20. Nekem a 25-ösben van 6 otthon. 6 volt, és az úgy teljesen kurva jó. Akkor csináljunk 6-ot. Benne vagy, Tomi? Benne. Nagyon jó lesz. Jó. Akkor lássuk neki. Elkezdtük kiméregetni, hogy a lámpák hova essenek, és akkor úgy döntöttünk, hogy a közepétől 80 centire lesz a ugye a közepétől 80. Igen, 80-80. Egy méterre nem lehet, emiatt. Viszont nagyon kintre meg nem akarom rakni, mert úgyis ide szekrények fognak jönni, úgyhogy inkább bent összpontosuljon a fény. Dik. Kopás az. Az olyan. Jó, visszateszem. Oké, 80. Ide nézzetek, srácok! Elkészült a villanyos hálózat egy része. Így lesznek a spok lámpák fönt. 6 darab lámpát terveztünk Szegedcsel. Szépen kimérve. Hogy is van a közepétől? 120-120 és 80-80. Így lesznek a lámpáim. Bízom benne, hogy elég fényt fog adni. Ha nem, akkor majd berakok a két végére ilyen kerti refit. Azt a 200 wattosat. Vagy két blindert. A mozgás érzékelés. De jó, nagyon kattanyom, amikor jön tikk. Kurva. Na, akkor mindjárt elkezdjük gyerekek felvetni a gipszámni karton. Mi hiányzik még? Az csak fél napnál tartunk. Jó, akkor erről megpróbálom levenni ezeket a szarokat. Jó. Engedjétek meg, srácok, hogy bemutassam a Eurolite legújabb termékét, amit gipszkartonozáshoz fejlesztettek ki. Kimondottan szakmabelieknek ajánlom. Ez egy új termék, ebben az évben jelent meg. Mutatom a típusát, hogyha esetleg érdekel valakit. Hibátlan, célnak teljesen megfelelő. Tomi? Elégedett vagy? Igen. Tekerjük oda meg. Na, vazz! Párhuzamos jó? Ugye?
Hogy? Ne tudod túl párosszínni, mert letörik a karton. Hát akkor állítsál be nyomatékot a gépen. Igaz. Hát jó, mennyi lesz a gondolom. Na. Úgy lesz, azt nézem. Nem egyszerű a sztori, de nem egyenesek a falak. Nem. Ezt a hokizást, amit itt a sarokban műveltünk, azt látni kellett a tónak. De jó, hogy a Eurolite gyárt már ilyen emelőket, és lehet gipszkartonozni, ez azért egy pozitívum. Még egy dolgot elhoztunk, hogy nem mértük ki félzel a... Nem látom, hogy volna 10 percet, de akkor látom, csak mégis a látom. Így nem szabad, látod? Akkor egyen nyomatékot vedd vissza. Vagy kettővel. Vagy sokkal jön, jó? 50 centi. Takarodjak innen? Jó, van az itt. Ide jó lesz írni. Jaj, de jó gyerekek. Valamra vigyázzál, bazd. Jó, annyit fogunk csinálni még, hogy csak felrajzoljuk, hogy hol vannak az 50 centik, mert a fal mellett nem látjuk. Jó van. Még egy párat csavarozok, hogy lehessen. Szerintem egy kicsit barna. Így? Úgy. Na jó, még egyet belejönünk. Valahol aztán lehet a emelő. Mondjuk ide. Ez itt, mellett. Az ott jó, küldheted. Ok. Ide ennek a végében nem raksz még egyet? Még egyet, de közepén rakok. Ezt nézd még meg. Kérlek. Jobban van? Kicsit jobbra. Így? Úgy mehet. Ettől a köcsök csillától nem látom semmit. Jó, jöhet a emelő. Jó. Fönn maradt gyerekek, nem esett le. Rád bízom, Tomi. Te melyiket raknád szíved szerint? Miért pont azt? Nem tudom. Akkor rakjuk azt. Hozzunk be még egyet. Ja, tényleg ott megint a sarok. Az meg. Hamarosan gyerekek, eljön a pillanat, hogy lekerül a napégés a helyéről. Még most egy kicsit szükség lesz rá. Felrakjuk, de hamarosan egy perces néma csend a lámpának. Kurva jó így felrakni a gipszkartont ezzel az emelővel. Amit az előbb itt a sarokban műveltünk, azt ott valaki addig fogja, amíg mi ott farigcsálunk, meg vagdosunk, hát azt leszoptam volna. Meg magamat is. Azt gondolom, le lehet engedni most már a tartót, be van az összes tábla csavarozva. Hogy is vagyunk. És 9-kor kezdek buliba. Na jó, a gipszkartonozás része az ennyi volt. Tomcsi, elégedett vagy? Igen, ez a legfontosabb. Hozzá kell tenni, mert beszólnak, hogy még ez még lesz csavarozva. Igen, még nekem kell majd 20 centinként megcsavarozni. Igen, és ami másik, még azért adtuk ide táblákat, nem kötésbe, mert nem akartunk annyit vágosni. És szerintem jó lesz. Akkor jó. Tehát tudjuk, hogy kötésbe kellett volna. Tudjuk, hogy kötésbe kellett volna, de nem úgy raktuk. Na jó van, srácok, jók legyetek, szevasztok.